és a város óvodásai kapták a főszerepet az immáron negyedik alkalommal megrendezésre kerülő szeretetnap nyitányában, március 22-én a város főterén. Hagyományőrző jelleggel teremtettük meg a szeretetnapot megyei rendezvényként, és minden alkalommal megszólítottuk az óvodásokat, jöjjenek ki a főtérre, nagyon sokan, és osszák a szeretett morzsákat egy kis piros szív formájában azoknak az embereknek, akik éppen a főtéren vagy a busz megálló környékén tartózkodnak. Ezzel is szeretnénk az embereket felhívni arra, hogy figyeljenek oda egymásra, figyeljenek oda a gyermekre, mert a gyermek a jövő nemzedék záloga. Nagyon sok olyan emberrel találkoztunk az utcán, a rendezvényeken, akiknél azt tapasztaltuk, hogy nagyon szomorúak, lehangoltak, és szüksége lenne arra mindenkinek, úgy gondoltuk, hogy legyen egy olyan nap, amikor arról szól minden, hogy oldjuk fel a feszültségeket önmagunkban, és próbáljuk megélni azokat az apró örömöket, amelyek mégiscsak körülvesznek bennünket. A Schröter Ferenc Népfőiskolai Egyesület mottója nemzedékek készfogása. Ebből adódik, hogy az óvodáskorú gyermekeken keresztül a szépkorú, akik mindenkit szeretnék megszólítani, és mindenkit várunk azokra a rendezvényekre, amelyek mind az emberről, az emberi méltóságról, az emberi értékekről szólnak, így a szeretetnap is. Így az óvodásokon kívül az idősebbek is megtalálhatták a nekik tetsző elfoglaltságot. A március 23-án a József Attila Művelődési és Konferencia Központ előadótermében folytatódó szeretetnapon, ahol idén sem hiányzott a szervezők kedves ajándéka a szeretett zsömle, vagy éppen Csomor Imre fotóművész diaporámája sem, mely egy varázslatos utazásra hívta a nézőközönséget egy különleges fotóösszeállítás segítségével. Történik-e velünk olyan, akadnak-e olyan pillanatok, amikor utána azt mondjuk, hogy megbántam, mert megbántottam valakit, mert nem a szeretetem vezérelte a cselekedetemet, a gondolatomat. Azt gondolom, hogy ezek a rendezvények, ezek a programok erről is szólnak, hogy egy picit önmagunkat megvizsgáljuk, meg szólnak arról is, hogy picit egymásra is odafigyeljünk. Méltatta a már hagyományosnak mondható városi rendezvényt Székiné dr. Strémi Melinda, Salgó-Tarján polgármestere köszöntőjében. A meghívott vendégek közt szerepelt dr. Bablena Ferenc, Nógrád megye közgyűlésének alelnöke is, aki a szeretet jegyében köszöntötte a program látogatóit. Ezt követően egy előadás sorozat vette kezdetét meg annyi érdekes témával. Többek között Dudás Erika pszichológus a megbánásról és a megbántásról beszélt közönségének. Mindezek mellett egy kiállítást is végigjárhattak az érdeklődők, mely készítői a legfiatalabbak, és mely témája természetesen a szeretet volt. Az óvodások készítenek rajzokat, amelyekből kiállítást tartunk minden évben a József Attila Művelődési és Konferencia Központban. Ezeket a rajzokat megnézve tükröződik az, hogy már az óvodáskorú gyermekben mennyi szeretet él a családja, a kedvenc állata, a kedvenc növénye iránt. A már jól bevált programok mellett a szervezők egy igazi különlegességgel is készültek, ugyanis a negyedik szeretetnapot egy ajándék gála műsor zárta. A főszerepet városunk két méltán elismert művészeti csoportja kapta. Évek óta kedves vendégeink, a Kiviszi Színház műhely tagjai, és most megszólítottuk a Nógrád Tánc Együttest. Azért ezt a két csoportot kértük most fel, hogy tegyék még teljesebbé a napunkat, mert a tagok mindenütt olyanok, akikből sugárzik az a szeretet, akár a dalok lévén, akár a tánclépések révén, amelyek kinyitják a világot előttünk, és befogadóvá tesznek bennünket minden szépre, jóra és nemesre, és az értékeinkre.